Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy szerelmi jóslás, ahol megnézzük azt, hogy mit titkol el előled. A titkok titkai, itt a mélybe tekintünk, és bepillantunk az ő titkaiba. Ez egy általános jóslás, de megvan arra a lehetőség, hogy kért tőlem ezt a jóslást, a díjam 4000 forint. Amennyiben sürgős a jóslás, naponta elérhető vagyok este 11 óráig telefonon keresztül, a videó végén ott van a telefonszám és a díjam. És most megnézzük azt, hogy milyen titkai vannak, mit mutat a kártya. Itt látható a szív. Ő szeret téged, de nem beszél nyíltan az érzelmeiről. Ő úgy gondolja, úgy érzi, hogy hozzád oda érkezett ez egy biztos, stabil párkapcsolat, ahol le tud horgonyozni. De erről sem beszél. Ez az ő titka. Amit a horgony még jelent, ez a munka, a hivatás, amikor úgy szívvel, lélekkel végzi a dolgát. Megnézzük, hogy mit mutatnak még a kártyák. Itt vannak az egerek. Ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és akkor az már nincs ott. Ez a férfi, itt van mellette ez a kártya, az egerek, nála vannak félelmek, fél attól, hogy elveszíti a munkáját, elveszíti a talajt a lába alól, a biztonság érzetét. Fél attól, hogy elveszik ez a szerelem, hogy elveszít téged. Előtte ott vannak az utak. Jelentheti azt, hogy útban van hozzád, de még zárkózott, nem beszél erről. Az utak jelenthetnek döntéseket is, amikor ő elérkezik az élet útján ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkozik azon, hogyan tovább, milyen irányba. Lehet, hogy fél attól, hogy rossz döntést hoz, kicsit zárkózott, holott a könyv jelentheti a tudást, vagy egy továbbképzést is, és ezen a területen vannak nála döntések. Lehet, hogy tervez egy továbbképzést. Itt látható a hegy, ami blokkolja őt, különösen ami a szexuális témákat illeti, de zárkózott, nem beszél ezekről a dolgokról. Hiszen a lilium virág jelenti ugyan a tisztaságot, a tiszta gondolatokat, érzelmeket is, de jelentheti a szexuális témákat, és itt vannak még akadályok. De a kezébe veszi a kulcsot, magabiztos, különösen ami a nyilvánosságot illeti, de a szexuális élet területén kicsit zárkózott, visszahúzódó. De ezt nem mutatja ki kifele, hiszen a kulccsal itt kinyílik egy ajtó, ezek a lehetőségek, például, hogy találkoztok a nyilvánosságon, vagy jelenti a nyitottságát is a nyilvánosságon. Tervez egy utazást, lehet, hogy veled együtt, de erről még nem beszél, hiszen ennél a jóslásnál az ő titkairól van szó. Itt van a virágcsokor, ez jelentheti a te szépségedet, erről sem beszél, tehát nem bókolgat neked, nem beszél érzelmekről, holott fél attól, hogy elveszít téged. Amit a virágcsokor még jelenthet, hogy útban van hozzád, és megajándékoz téged, vagy lehet egy meghívás, hogy meghív téged a nyilvánosságon, vagy szeretne veled elutazni valahová, egy utazás tervezése. És ez volt az általános szerelmi jóslás, a titkok titkai, az ő titkai, itt belepillantottunk a mélybe.
És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!